A másodosztály újoncával, a Kazincz Barcikával sorsolták össze a szintén az MB2-be frissen feljutott HR-rend Kozár Michelin labdarúgó csapatát a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában. Egy hónappal ezelőtt bajnoki mérkőzésen küzdött meg egymással a két gárda, akkor a Color City hazai pályán a 89. percben szerzett góllal 1-0-ra nyerte meg a találkozót. A Kozár Michelini Kupa meccsen zuhogó eső és mély talaj fogadta a játékosokat. Rögtön a második percben egy rossz hazaadás kis hián előnyhöz juttatta a Kozár Michelint, de a kékmezes vendégek kapusa az utolsó pillanatban a gólvonalról hárítani tudott. Majd a másik oldalon Pálinkás távolról lőtt a kapu fölé. A 8. percben ismét a házigazdák kerültek helyzetbe, Kosznovszki lövését tornázta ki Megyeri a bal alsó sarokból. Aztán Turi tört előre, passzolt Vajdának, aki 20 méterről a kapu fölé lőtt. A 32. percben Vajda szöglete után Kulcsár vette le a labdát, egy lövőcsellel elfektetett több védőt, majd bal lábbal a bal felső irányába tekert, de a vendégek kapusa megfogta a lövést. A 35. percben Kovács Dominik beadását fejelte Kurdics a hazai kapu mellé. Az első játékrészben a vendégek védekezésre rendezkedtek be, a házigazdák a nehezített körülmények ellenére megpróbáltak gólt szerezni, helyzetekig el is jutottak, de nem sikerült betalálni. A fordulás után továbbra is a Kozár Michelinek támadtak több. Az 58. percben Beke jobb szélről befelé cselezett, lőtt, de a labda mellé ment. Aztán Vajda egy csellel elment védője mellett, aki visszarántotta, de a játékvezető tovább engedte a játékot, így végül Hampuk centikkel lőtt a kapu mellé. A 77. percben pedig Károly Bálint 30 méteres szabadrúgása szállt szintén mellé. A 86. percben aztán váratlanul megszerezte a vezetést a Kazincz Barcika. Kovács Dominik rúgott kapura, Nagy János még beleért, és a labda a kapuba vágódott. Mivel a továbbjutás egy mérkőzésen dől el a Magyar Kupában, a Kazincz Barcika lesz ott a legjobb 32 között. Igazából én is úgy éreztem, hogy kontrolláltuk a meccset. Voltak időszakok, amikor egy kicsit ilyen szempontból kicsúszott a talaj a lábunk alól, de nem volt kezelhetetlen a szituáció. A csapat jól játszott ahhoz képest, hogy egy hete ezen dolgozunk, hogy nagyjából ilyen fölényeket tudjunk kialakítani az ellenfelek ellen. Nyilván előrejátékunk még a kapu előtt egy kicsit akadozik, de a fölénnyel abszolút meg azzal a törekvés, amit a srácok csináltak, az a maximális elégedett vagyok. Az ellenfélnek meggratulálok, hogy megnyerte a mérkőzést és tovább jutott. Most amiből jutottunk tovább, az első fél időt látva nem hittem volna, hogy nekünk itt babérterem ma. Sokkal többet birtokolta a labdát az ellenfél, és mi nehezen alkalmazkodtunk a körülményekhez. Természetesen nagyon elégedett vagyok a továbbjutással, de ettől azért tudunk jobban is futballozni. Igaz, hogy felforgató csapattal érkeztünk, többen otthon is maradtak, de az még nem mentség erre. Majd beszélgettünk fél időben arról, hogy bizonyítani kéne egy-két embernek, és úgy gondolom, hogy a másik fél időre ez minőségi javulást hozott a teljesítményükben. A cserék is nagyon jól szálltak be, és egy nagyon-nagyon szerencsés szituáció végén szereztük meg a gólt. Én úgy gondolom, hogy egy mérkőzéses kupa mérkőzésen, ha szerencsével, ha jobb játékkal, ha rosszabb játékkal tovább jutni, az nem kell megmagyarázni. Természetesen boldog vagyok, de a teljesítményünktől azért nem vagyok elájulva. A HR-rend Kozár Michelin a válogatott szünetet követően október 2-án a Dorogi FC-hez utazik a Mercantil Bank Liga 9. fordulójában.